Tavaly télen Zhangjia elnök asszony sok köszönő levelet kapott. Thưa bà chủ tịch tổ chức quy lớp du quốc tế, tôi xin gửi tới bà chủ tịch tổ chức quy lớp du quốc tế lời chào trân trọng nhất và bày tỏ sự cảm ơn về việc trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 5 hộ nghèo tại xã Điện Mạc. A Virávjú önkéntesei a Diemmek Népbizottságához tartottak, amikor meghallották a hírt, hogy az új házak elkészültek az 5 család számára. A Virávjú kinyújtotta a kezét, hogy reményt adjon nekik még ezekben a kihívásokkal teli helyzetekben is. Hôm nay trên địa phương xã Điện Mạc của chúng tôi thì rất vinh dự được nhà tài trợ quỹ VW của quốc tế đã về trao tặng nhà cho các cái hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ gia đình chính sách trên địa phương xã Điện Mạc là nguồn động viên lớn cho các hộ gia đình trên địa bàn xã Điện Mạc. Az ünnepség után a Virávjú önkéntesei kimentek megnézni a házakat. Árvízveszélyes terület, Diemmek. A vietnámi családok olyan házakban éltek, amiket az ismétlődő esőzések tönkretettek és az összeomlás veszélyében voltak. A régóta várt kívánságuk az, hogy egy stabil életet éljenek egy biztonságos házban. És ezt a kívánságukat Zhangjia elnök asszony valóra váltotta. Hogyan változott meg a ház belseje a felújítás után? Most ez egy erős ház, ami ellenáll az erős szélnek és az esőnek. És biztonságos, vízszivárgás nélkül. Boldog mosoly ragyogott a családok arcán, akik átölelték a reményt az új otthonukban. Phải nói là làm trong cái căn nhà sự phấn khởi, nó là ba cứng, nền cứng, nhà cứng và mái cứng, cho nên ở rất là thoải mái, cô cảm thấy mát, vui vẻ. Thế nên là chính vì thế là cũng rất cảm ơn về các cái tổ chức đã tạo điều kiện hỗ trợ cho gia đình sản căn nhà đang nhà. A Virávjú elnök asszonya még különleges ajándékokkal is készült. Và cũng cảm ơn các đoàn thì họ cũng chẳng biết nói gì hơn nên cũng cảm ơn và cũng rất đây rất là vui. A Virávjú egy anya szívével és kézérintésével megy oda, ahol a legnagyobb szükség van a szeretetre.